Krisztina retteg reggel óta, hogy erről a témáról fogunk beszélgetni, mert hogy egy ilyen retteg, én segítek neked, le fogod küzdeni most a félelmeidet, az ormos percek következnek. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Megadom a lehetőséget az erősödésre, parancsolj. Lézeres érsebészetről lesz szó, a viszerességről, és most komolyra fordítva a szót, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Ami sokaknak csak esztétikai probléma, másoknak nagyon komoly betegség. Dr. Szegő Péter orvosigazgató vendégünk, jó reggelt. Ki nem ismeri Dr. Szegő Péter orvosigazgatót az ATV stúdiójában? Az apropója, ami miatt ez a téma most érdekes lehet, az az, hogy ennek a tavasz, így van pontosan, tehát hogyha elkezd melegedni az időjárás, akkor általában a lábduzzadás az egy hangsúlyos téma. Témává kezd válni, legalábbis a télhez képest mindenképpen. És a nőknek, vagy a férfiaknak inkább? A lábduzzadás, vagy a visszereség? Akár mind a kettő, igen. Hát inkább a nők. Tehát a visszereség az inkább a nőknek, a hölgyeknek a betegsége. Mm. Férfiaknál sokkal kevésbé szoktunk vele találkozni, illetve kevésbé is szokott panaszt okozni. Nyilván egyrészt másképp fogják ezt föl az urak, másrészt pedig valami miatt azért itt a különféle alsó végtagi duzzadásos panaszok azok kevésbé szoktak hangsúlyosak lenni. Doktor úr, én egyik betegséggel kapcsolatban, vagy állapottal kapcsolatban sem hallottam olyan gyakran azt a szót, hogy elhanyagolt betegség, mint éppen ezzel kapcsolatban. Van benne valami. Ugye szoktuk mondani, hogy legalábbis ami Magyarországot illeti, nagyjából az számít betegségnek, ami látványos vagy ami fájdalmas. Na most ez mind a kettőt tudja esetenként, tehát ez látványos is tud lenni. Nyilván télen még lehet rejtegetni, télen még rá lehet húzni a nadrágot, szoknyát, mindent, és akkor el lehet rejteni az egészet. De most jön a jó idő, most ez egyre inkább lekerül, és egyre inkább szeretnénk azt, hogy minél nagyobb felületen a napfény mondjuk érje minket. És akkor előjönnek ezek a problémák. Most, hogyha ehhez társul még az, hogy ez a véna mondjuk szeret is begyulladni, vagy esetleg szeret egy kicsit be is rögösödni, akkor fájdalmas is lesz, és akkor a látvány és a fájdalom is megvan. Az már azért rávezeti az embert, hogy azzal már csinálni kell valamit. Van egy olyan küszöbb határ, amikor az ember azt mondja, hogy még legyintek, meg elmúlhat, meg kibírom, és van az a pillanat, amikor azt mondja, hogy most már el kell mennem? Vagy pedig már a legelején el kéne menni? Rettentően egyéni tolerancia függő, hogy ki mikor mondja azt, hogy most már elege volt ebből a betegségből. Van olyan, aki, és akkor visszatérünk az elhanyagoltságára a betegségnek, tényleg vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak erről az egészről, hogy amíg nem fáj, amíg nem fekélyes, amíg nem kell mondjuk antibiotikummal nekiesni, vagy nem gyullad be az egész, addig nem törődök vele, nem foglalkozom vele. Ennek számtalan oka van, hogy ezt miért gondolják így, de döntően az lehet a háttérben, hogy megpróbálja egyrészt ezt mindenki otthon magának kezelni, amivel az a probléma, hogy... Hogyan kezeli ezt valaki otthon? A reklámok tele vannak a reklámok mindenféle vénafal erősítő dolgokkal. Aha. Itt egy gondom van az egészen, hogy akárhogy kezeljük ezt a betegséget, a diagnózis akkor is biztos kell, hogy legyen. Tehát, hogyha valaki otthon állna neki ennek az egésznek, akkor is tudnia kell, hogy az ő lába mondjuk miért duzzad, meg miért nehéz, mert ennek számtalan oka lehet. Tehát ez az egyik pont, ahol el kéne menni orvoshoz, még mielőtt bármit csinálunk az egészen. És a másik félelem pedig az szokott lenni, hogy ennek a műtéti megoldása azért nem mindig szokott olyan nagyon kellemes lenni. Tehát van a klasszikus megoldás, amikor az ember befekszik mondjuk egy hétre a kórházba, és elaltatják, és ézéstenítik, és kitépik belőle, és hat helyen összevágják. Na most ehhez képest azért van olyan módszer, ami korán sem ennyire megterhelő, és nem ennyire időigényes. Na, akkor, amikor önt vendégül látjuk a stúdióban, akkor egyrészt a betegségek feltérképezéséről szokott nagyon szakszerűen beszélni, a másrészt pedig eléggé megszokhattuk azt, hogy a sok-sok vágás, meg minden helyet valamit javasol. És azt mi se szeretjük. Igen. Főleg női lábban elég fontos. Azt így van, úgyhogy meséljen nekem egy picit erről, amit most legutóbb említett, tehát, hogy van meg más megoldás. Van, természetes. Tehát most, hogyha csak az idő vonzatát nézem a dolognak, akkor maga a beavatkozás, amiről most beszélgetni fogunk, az egy 45 perces beavatkozás, és hát egy viszonylag kellemes környezetben eltöltött 45 percről beszélünk. Ez a teljes mévén a kivétele, amit hát nem a mévénákhoz nem nyúlunk, ugye több van egy mévénás rendszer, amihez ezzel sem, meg sehogy máshogy sem érdemes nyúlni, hogyha örülök, ha nincsen nagy baj. Tehát azt nem tudod pontosítani, hogy... A felszínes vénás rendszernél vannak olyan főtörzsek, ami meg tud tágulni. Most ha ezek megtágulnak, akkor ugye korábban volt ez a módszer, hogy kitéptük, most ezt úgy szoktuk csinálni, ahogy egyébként ott a monitoron lehet is látni, hogy egy feltérképezés és érzéstenítést követően egy darab katétert vezetünk föl abba a tágult véna törzsbe, amit szeretnénk kezelni, ezt követően, ezt ultrahanggal nyilván ellenőrzi a sebész, hogy hol van a vége, amikor az egész megfelelő pozícióban van,
akkor ennek a katéternek a végén bekapcsol egy lézersugárzó forrást, egy lézerfényforrást, és a lézerfényforrást bekapcsolt állapotába húzza visszafelé a vénán belül, és ez a lézersugár az, ami a véna falat végül is elroncsolja. Tehát nem szedünk ki semmit. Ez a feladat. Semmit, a ez a feladat erre van kitalálva, és a vénából semmi más nem marad, mint egy többet zsugorodott vérszállításra alkalmatlan kis valami, ami aztán utána a szervezet saját magától föl is szívja. Hány embert érint ez társadalmunkban? Sokat. Erre azért mondom, hogy nincsenek pontos adatok, mert hogy nem mindenki megy el ezzel orvoshoz, és a felmérések azok viszonylag régen születtek. Sokakat érint ez a dolog. Nem mindenki foglalkozik. Minden korosztálynak ajánlja ezt a lézeres eltávolítási technikát? Hát, hogyha megnézzük, akinél mondjuk nagyon idős korban még nem okozott esztétikán kívül semmit, ott valószínűleg már nem is fog mást. Ott el lehet dönteni, hogy idősebb korban az esztétika az mennyire szempont. Ennek a műtétnek, ennek alapvetően olyan nagy rizikója nincs, tehát egy idős embert is nyugodtan bele lehet vinni. A fiataloknál más a helyzet, mert ők az élet elején vannak, meg akkor kezdenek el dolgozni, mondjuk kismamák szeretnének esetleg lenni, és hogyha valakinek teszem azt, ilyen vágyai vannak, és a családjában volt visszeres, ott például biztos, hogy föltérképezném a dolgot, tekintve, hogy a terhesség az szinte minden esetben ront ezen a dolgon. Igen. És azt meg tudni kell, hogy terhes állapotban egy ilyen eltérést kezelni, azért az ott nagyon sok mindent kell megfontolni, hogy ebbe az ember belemenjen. Tehát ott inkább meg kéne előzni, hogyha valaki hosszan van mondjuk álló helyzetben. Megelőzésre is lehet ilyen lézeres műtétet alkalmazni. Igen, bár azt nagyon körül kell írni, hogy ki az, akinek érdemes, de ez is eldől egy vizsgálat során. És itt nem csak a vékonyakra gondol, meg az oldalágakra, itt hanem a többire is, persze. A nagyra is. Hogyha éppen a beszélgetésünket valaki figyelve döntött úgy, hogy ne eljött az a pillanat, amikor a tolerancia határát átlépi, hol jelentkezhet önöknek? Vagy legalább megnézheti magát. Az orvosintézet.hu honlapon már tudja nézni az egész. Ott van telefon elérhetőség, mindent ez. Egészségügyi percénket hallották, látták dr. Szegő Péter orvossal. Köszönöm. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.